A hajgyógyászat, vagy más néven trihológia, egy viszonylag fiatal tudományág, ami az 1970-es években alakult ki dr. Enzo Formentini bőrgyógyász által. A hajszában, hajhagymában és a fejbőrben mindig megjelennek a szervezetben zajló folyamatoknak a jelei. Mivel a hajszál nagyon vékony és a hajhagyma nagyon pici, szabad szemmel nem látható rendesen, ezért egy mikrokamera segítségével vizsgálom meg. A fejbőr különböző területei kapcsolatban állnak a belső szerveinkkel, és az onnan kihúzott hajhagyma hírt ad az adott szerv állapotáról. A hajhagyma állapotából következtethetünk, hogy iszunk-e elegendő folyadékot, legfőképpen vizet, van-e salakosodás a szervezetben, megfelelő-e a tápanyag felszívódás, és a nyirokkeringés is mondjuk megfelelően működik-e. A szervezetünk már jóval egy konkrét fizikai betegség előtt jelez, és a hajdiagnosztika segít abban, hogy ezeket a jeleket időben felismerjük. Csehi Pogány Frida vagyok, és szeretettel várlak a Napfényes Gyógyközpontba a hajdiagnosztikára.